emisiune realizată cu sprijinul Larix RL. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm a Városkép nézőit. Városunk életében mindig is fontos dolog volt az, hogy milyen az oktatás. Ma esti vendégem olyan pedagógus, aki már 43 éve van a pályán, és ebből 27 évet iskola igazgatóként töltött el. Hogy milyen egy iskola igazgató élete, milyen döntések és kihívásokkal kell szembenéznie az évek során, és miként lehet ilyen hosszú időn át megmaradni a vezetésben, erről faggatom ma este Böjte Vilmos fizika tanárurat. És köszönöm nyilván, hogy elfogadta meghívásomat ebbe az adásba. Lehet, hogy ez egy picit olyannak is fog tűnni, mint egy összegzése a nagy 43 évi munkának, és úgy gondolom, hogy mindenkinek kijár ennyi hosszú idő után katedra mellett és iskola vezetőjeként megnyilvánulni a nagy közönség előtt. Talán azzal kezdeném a kérdést, hogy miért, és miért éppen fizikát tetszett választani, amikor így tetszett dönteni, hogy ez legyen a hivatás, hogy pedagógus, és hogy hogyan is született meg egy ifjúban, egy gyermeklélekben az, hogy fizika tanár legyen. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát gyerekkoromban visszaemlékszem, apámnak volt egy nagyon régi motorbiciklije, azt minden vasárnap délelőtt elbontotta és visszaszerelte, és én mindig ott voltam, és figyeltem. Apám olyan ezermesterféleségű volt, és sok mindent elloptam tőle. Nyolcadikos koromban pedig lenn, akkor már gondolkoztam, hogy körülbelül mi szeretnék lenni. Azt eldöntöttem, hogy technikai dolgot fogok választani egy olyan vonalat, és én építészmérnök szerettem volna először lenni. Egy nagybátyám, aki az építészetben dolgozott, ő Algériában dolgozott vagy 4 évet, és egyik nyáron hazajött hozzánk. És amikor elmesélte, hogy milyen körülmények vannak egy építőtelepen, elment minden kedve. Elmondta, hogy ottan mik vannak, hogy vannak, mennyit kell ott ülni, milyen emberekkel dolgozik, és így tovább. És én hiába érveltem, jó, de amit építesz, az látszik minden. Nyilván. És erről azt mondta, hogy ide figyelj, fiam, te amit építesz, az sok emberbe építed be, és az többet ér, mint hogyha te mondjuk egy blokkot, egy tömbházat építesz fel, mint vagy egy házat. Akkor neki fogtam gondolkodni. Azóta szerencsém, 8. érkezett egy frissen végzett matematika tanár, aki fizikát is tanított, és olyan élvezetesen adta le a fizikát, hogy szabályosan beleszerettem a fizikába. És úgy határoztam, hogy a fizika az nekem áll, se nem mondjuk építészet, se nem gépészmérnöki, hanem valahol kettő között van, és amikor 12. értem, akkor már eldöntöttem pontosan, hogy fizikára megyek, mivel akkor volt egy tanárom, aki nem matematikailag adta le a fizikát, hanem inkább gyakorlatilag adta le. Szóval összekötötte a gyakorlati dolgokat a realitással, a valósággal. És állandóan volt, tudom, házi feladatunk nekünk, hogy valamilyen jelenségből ki gyűjt össze többet a természetből és a technikából, az mindig nagy jegyet kapott. És az úgy megtetszett nekem, hogy utána ide mentem el felvételezni Kolozsvárra. Akkoriban nagyon nehéz volt felvételezni, lehet te is tudod biztosan. Igen. Az idősebb tanárok tudják, hogy akkor egy felvételi nagyon nagy esemény volt, hogyha sikerült a családban. Így van. 3-4 volt egy helyre, volt olyan is, hogy 10-15 volt, később még több volt, emlékszem, mert aztán sokat javítottam az orvosi volt, amikor 12-en is voltak egy helyre, és Kolozsváron egyetemista koromban pedig leszembe jutott, hogy egyszer a jogra, vagy a történelemre tudom, voltak, vagy 14-en egy helyre. Szóval nem volt olyan könnyű bejutni. Igen. Ott végeztem az egyetemet is. Nem volt nehéz az egyetem, mert olyan tanáraim voltak, akik nagyon mellettünk álltak.
emlékszem, hogy a dékánunk az elméleti fizikát tanított, és hogyha csak 8-asra feleltél, hazaküldött, hogy még tanuljál. Szégyenünkbe mindenki úgy tanult ebből az elméleti fizikából, Gábor Zoltánnak hívták, hogy neki a példáját elhoztam a tanügybe is. Szóval nekünk az az érdekünk, hogy a gyerek értse meg a dolgokat, úgy menjen haza, hogy majdnem a leckének fele legyen megtanulva, és akkor, amikor az iskolába jön, akkor boldogan jön az iskolába, és boldogan menjen el az iskolából is. Azt jelenti, hogy az az óra, ami meg volt tartva, akkor odafigyel, és valamit felszed mondjuk a tudásával. Igen, megalapozza legalább azt, amit otthon esetleg elméletileg is konkretizál. Tanár úr említette már, hogy a Kolozsvári Egyetemen tetszett végezni. A korábbi iskoláit hol végezte tanár úr? Az iskolámat, az általános iskolát az Bölkénybe végeztem, szülőfaluban. Igen, 1-4 osztályban az magyar osztály volt, és 5-8-at pedig románul tanultam. Az egyetemen románul is, magyarul is. A liceumi évek? És a liceumot a Petromajorba. Az azért, itt Szászrégenben? Ugyan Szászrégenben, itten. Az az érdekes, hogy ide is kerültem vissza. Ugye. Véletlen volt? Hát nem volt nagyon véletlen, mert akkoriban egy országos kihelyezés volt, és rengeteg hely volt vagy 10 hely, Marosvásárhelyen is volt, akkor Székelyföldön is rengeteg hely volt, minden. Szüleim pedig leitoltak Bölkén, és gondoltam, úgyis csak kell segítsek nekik öregkorukkal, jobb, ha közel vagyok, vagy mint távolabb vagy. Nyilván. Nem is bántam meg ezt a dolgot, mert mondjuk egy kisvárosban is tudsz ugyanazt adni, mint egy nagyvárosban, hogyha úgy végzed a odaadással végzed a munkádat. Az egyetemi évek azok nagyon érdekes évek voltak. Nagyon... Biztosra tetszett menni fizikára, tehát azzal a gondolattal tetszett fizikára menni, hogy akkor fizika tanár tetszik majd, vagy fizika kutatás, vagy akármi belejöhetett ebbe a fizikába, akármi... Persze, én nem tanárit végeztem, az mellék végeztem a tanárit. Én fizikusnak, üzemi fizikust végeztem, mert ott általában ilyen labormunkákat végeztek, a kutatásféleség. Itt volt a régi Republikában is volt egy ilyen labor, ahol fémeknek a szerkezetét, összetételét végezték, utána aztán eltűnt innen minden. Ezt úgy találtam, hogy nagyon érdekes. S mellékszaknak pedig lenne a tanárit is elvégeztük, és kihelyezéskor pedig lenne, ez volt a nagyon érdekes dolog, hogy voltunk a 80-an, és abból vagy 60-an ipari fizikusok voltunk, és nem hagytak jóvá csak 10 helyet. És akkor nem volt, amit csináljon senki, mindenki elment a tanügybe. És ott volt akkor hely? Volt, csak a helyzet az nekünk, az volt az előnyünk, akik elvégeztük a pedagógiai gyakorlatot, hogy mégis egy kicsit tudtunk, mert tanítottunk az iskolá, liceumokban, és akkor valamit csak tudtunk ebből a szempontból. Igen. Régebb visszaemlékeztünk most is a találkozókon, hogy jártunk az az évfolyam. Sok minden volt akkor, például a kihelyezés általában úgy szokott, hogy kinek volt a legnagyobb médiája az általános, és szerint abban az évben megváltoztatták ezt, és az évfolyam elsők választottak először. Az nem volt semmi baj, már tudtuk, hogy azok fognak választani, hanem a Bökkenni most jön, hogy a házas, akik házasok voltak. Családosok voltak, akiknek volt a legtöbb gyerekük, már volt olyan is, azok választottak, utána jöttek, akiknek nincs gyerekük, és utána jöttünk mi. Úgyhogy mondjuk a 10. helyről visszaestünk úgy 30. helyre. A választásban. Persze az volt a szerencsénk, hogy csak városon voltak akkoriban a helyek. Igen. Akkor nagy szükség volt, úgy látszik, a fizikatanárokra, amire most is nagy szükség van, csak az az érzésem, hogy nem nagyon van végzős. Nagyon kevesen vannak. Vagy nem irányodnak a tanügy fele? Hát többi valószínűleg nem irányodnak a tanügy fele. Sok ok van. Egyik anyagi ok, azt hiszem, azt most próbálja a kormány egy kicsit kiegyengetni, és a másik pedig lenne, mondjuk általános iskolában könnyű fizikát tanítani, de liceumban nehéz. Nehezebb tanítani, mert egy kicsit magasabb szinten kell, és annyi minden újdonság jelenik meg a fizikában, hogy
oda kell tedd a válladat, hogy lépést tudjál tartani. Kiváltam mostani gyerekek az interneten keresztül, igen, bármit kérdezhetnek tőled, és hogyha nem tudsz válaszolni, akkor elvártad a fát a magad a széket tulajdonat. Bár most már tényleg az a világ van, ahol, amikor annyira széles a látókör a tudományok területén, hogy képtelenség mindent befogni, nem szégyen talán azt mondani, hogy nem tudom, de utána nézek. Jó, persze, ez normális. Ez normális, de... De te nyilván egy licamista diák azért elvárja a tanárjától, hogy legyen válasza az ő kérdésére. Igen, persze, hogy elvárja ezt nyugodtan. El is várhatja és ezt, hogy talán ez így is, igen. Nem mondom azt, hogy fizikai helyén jelenségeknek a magyarázatát, az valami újdonság megjelenik, vagy feladatot megoldani, azt nem lehet úgy a gyerek elé áll. Így van. Voltak-e életében, az ön életében olyan meghatározó egyeniségek? Itt most már értettem azt, hogy volt egy fizika tanár, aki megkedveltette a fizikát, akik kimondottan befolyásolták, javasolták, taszították önt ebbe az irányba, vagy a pedagógusi pálya irányába? Hát az egyetemen is volt nekem egy elektronika tanárom, akinek volt egy érdekes módszere, hogy egyik órán csak rajzokat készített, áramkör rajzokat, szépen sorrendben megszámozta, tökéletes rajza volt, szünetben eltárgyaltunk, abszolút mindent vele lehetett tárgyalni, és elmagyarázta, meg megkérdeztük tőle, hogy tanár úr, miért nem tetszett rajzolni, és utána elmondani. És azt mondta, a gyerekek, egyszer azt mondja, a rajzot lerajzoljuk, mert könnyebb, akkor sorrendbe vesszük, és mert azonnal tudom magyarázni abszolút mindent, hogy mi van azon az ábrán. Mm-hmm. De hogyha én lerajzolom, akkor te rajzolod utánam, és nem figyel a vagy elkésel, és nem figyelsz oda. Igen, és ebben tényleg igaza volt. Ez egy olyan jó pedagógiai módszer, éppen több kollégának is javasoltam, hogyha rajzokat kell készíteni, egyszer készítsük el a rajzokat, elkészítik a gyerekek is, megkérdezzük szépen mindenki, és akkor oda tud figyelni mindenki arra a rajzra. Valóban ez nagyon fontos. Igen. Visszatérve, azt kérdezted, ez a Gábor Zoltán, ez egy magyar nagyon jó pedagógus volt, az nem létezett, hogy szüneten ne beszélgett el. Minden szünetre kijött a dekanátusi szobába, és megkeresett minket, de csak azért, hogy tárgyaljon, beszélgessen. A diákokkal kapcsolatot. Persze. Tartott. Ez egy nagyon fontos dolog például a diák és tanár kapcsolata között. Szóval a gyereket nem szabad lerázni, a gyerekkel igen, szóba kell állni, meg kell tudni a gyereknek abszolút minden csinyát, baját. Ki tudja, lehet, hogy neki otthon valami problémája van, szégyeli elmondani, vagy nem tudja elmondani. Nem szabad benégyesezni megint. Igen. Esetleg meg lehet tudni szünetem, vagy egy másik elmondja, hogy annak valami problémája van, és így tovább. És amit én is jó magam is tudom, hogy alkalmazok, hogy az én célom is az, hogy nem hogy rögtön beadni egy rossz jegyet, hanem adni neki lehetőséget, hogy még egyszer ülj le a könyv mellé és tanuld meg, holnap is meghallgatlak, akár holnap után is, de a cél az, hogy megtanulja azt, amit meg kell tanulnia, nem az, hogy rossz jegyel ébredjen, mert akkor utána már úgyse veszi a könyvet szívesen kezébe. Ne. Sajnos még vannak ilyen kollégák, tudod, vannak olyan kollégák is, akik mondjuk a jegyel büntetnek, nem szabad. Igen, a célunk az, hogy rábírjuk arra, hogy gazdagodjon tudásban ez a gyerek. Persze. Mit jelentett így ennyi év után, és most ma is, mit jelent önnek a tanítás? Hát az egy élmény. Tudás átadás a fiatal generációnak az egy élmény. Akkor, amikor egy gyerek visszajön az egyetemről, és bejön az iskolába, és azt mondja, hogy tanár úr, szeretnék mondani valamit önnek, és mondom, mondjad nyugodtan. Tessék elképzelni, hogy a nem tudom melyik professzor megkérdezte, hogy a fizikát kitanította neked. Az egy élmény. Azt jelenti, hogy te valamit átadtál annak a gyereknek, amit valaki értékelt. Igen. Valaki, akinek mondjuk az intelligenciája magasabb, mint a miénk. Igen, és amit a gyerek tud kamatoztatni. Amit a gyerek persze, hogy kamatoztat. Kamatoztat az. Biztos, hogy kamatoztat akkor is, amikor kikerül majd a munkahelyére, így tovább. A másik dolog pedig az, amikor a gyerek visszajön, és azt mondja, na én tanárul most meg tudom magyarázni, mondjuk például, hogy a szivárvány hogy jön létre, és miért jött két szivárvány, így tovább. Vagy a csík, amit a
a repülő ott hagyja az égen, miért tart olyan sokáig, és az mi az? Ezek mind olyan dolgok. Azok a kérdések, amik a licam évek alatt nem kaptak magyarázatot benne, vagy az ő ismeretei révén. Persze, igen. Szóval ezek mind olyan dolgok, hogy azt mondjuk, ez egy élmény neked is, hogy na látod, meg tudod tanítani a gyereknek ezt. És értékeli azt, hogy értékeli. Tanítva volt. Normális, ezek mind szakmai dolgok, de ott vannak a nevelési dolgok. Nyilván. A kettőt nem lehet szélszakítani, a kettő párhuzamosan kézenfogva kell menjen. Vannak olyan gyerekek, jól tudod te is, akik úgy jönnek, olyan családokból jönnek, hogy szegények, ők nem hibások, hogy ilyen családokból jönnek. És arra, mire befejezik az iskolát, nálunk javarész, amit én csak azt tudok mondani, rendes gyerekek lesznek, szépen tudnak gondolkozni, és nincs kizárva, hogy már a családba is egy-egy pár jó dologra, vagy jó útra, szoktatták irányítják esetleg. Az egész családot. Ez nagy dolog, ez egy óriási eredmény. Mindenképpen persze. Az biztos, hogy ezt jó érzéssel nyugtázzuk mi pedagógusok, ha ilyen tapasztalunk. Reklámszünet következik, de ez nem azt jelenti, hogy befejeztük a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Böte Vilmos tanárúrral, miután úgy aprólékosan eltetszett mesélni azt, hogy milyen is volt kiválasztani azt, hogy mi is legyen a jövő. Kitetszett kerülni Szászrégenbe egyetemi évek után. Melyik iskolába, Pétromájor iskolába tetszett említeni. Én azt kérdezném meg, hogy milyen volt ez a pályakezdő időszak, hogy fogadták a kollégák, milyen hangulat uralkodott akkor a liceumokban, mennyire változott azóta ez a lét, ez a tanári lét? Akkor kezdjem a kérdésnek sok az kérdés első felével. Sok kérdést tettem fel egyszerre, igen. Sorrendben mindenikre válaszoljak. Akkor mondtam volt, hogy visszakerültem abba az iskolába, ahol elvégeztem a liceumot, és kollega lettem a tanáraim. Lényegében most is itten vagyunk, mi kollégák vagyunk, téged is tanítottalak. Igen. Úgyhogy tudod, milyen érzés az, hogy oda kerülsz ugyanabba az iskolába, mint ahol végezted a régi tanáraid közül. Nagyon kedvesen fogadtak. Sok mindent elmeséltek nekem, hogy körülbelül mit, hogyan kell tanítani. Lényegében a 12-es diák már felfigyel a tanítási módszerre. Sok módszerre felfigyel. És lényegében a beilleszkedés elég gyorsan ment, mert gyakorlati érzéken volt fizikalaboratóriumi dolgozatokkal. Feladatokat nagyon jól tudtam megoldani, azóta az egyik erősségem lényegében. És nagyon sok versenyen mi javító bizottság, és 1974-től egészen 1991-ig állandó javító voltam az Orvosi Egyetemen, ahol körülbelül 150 dolgozatot javítottam ki minden évben. Ez nagyon sokat segített nekem ahhoz, hogy lássam, hogy körülbelül mennyire vannak felkészülve, és hogyan megy a felvétel egy egyetemre. Kérdezte tovább, hogy mi a különbség a két oktatás, 90 előtt és a 90 utáni. A 90 előtti oktatás az egy stabil oktatás volt. Szóval voltak Ceausescu-nak rossz dolga is, de ez az oktatás szempontjából nem változtak a miniszterek. Szóval a miniszter, hogyha odaáll szépen, neki volt egy terve, egy iskola terve az iskola hálózatnak, és azt végig tudta vinni. Jelenleg nem lett, egyik miniszter se tudja, mert egyik évre a másikra váltják le. Valamit mondjuk elindít, és utána nem tudjuk befejezni. Itt nagy hiba van például. Azt tudom, hogy 90 előtt voltak ilyen kísérleti iskolák, ahol mondjuk egy tantervet, vagy egy tankönyvet kipróbáltak. Ez nagyon nagy dolog. Kipróbálták, hogy alkalmas a tanügybe, vagy nem alkalmas. Csak utána alkalmazták ezt a dolgot.
Most jól tudjuk, nem? Egyik tankönyv így jelenik meg. Abszolút azt hiszem, egy versenyvizsga van a tankönyvek készítésében. Van, aki tudja, hogy körülbelül a tanterv mit tartalmaz. Lehet, hogy nem tudja, és akkor a szegény tanár kapkod idestól. Ez az instabilitás kihat a gyerekekre is ebből a szempontból, mivel minden tanár mondjuk megvan a munkaterve, nem? Az mondjuk ez az egy pontos dolog, de minden tanár, egyik tanár egy típusú tankönyvből tanít, a másik másból tanít. Ez szerintem a tanítás rovására ment az egész dolog ebből a szempontból. Ezt a gyerekek is érzik. Ezt a dolgot a gyerekek is érzik. Nem mondva az, hogy 90 előtt a gyerekek nek volt egy céljuk. Ők tudták, hogy miért tanulnak, mert tudták, hogy miután befejezdik az iskolai ciklust, vagy az egyetemi ciklust, akkor nekik volt egy munkahelyük, ahova ki tudják őket helyezni. Ami 90 után eltűnt. Így van. Eltűnt, és ha hiányzik a cél, akkor a gyerek akkor úgy gondolkodik, hogy vajon miért tanuljak. Igen. Bolyongóvá válik a világ. Látjuk, hogy mi történik most is, az egész világ vándorul ide-stova, azt válaszolja neked, hát én majd úgyis valahogy a világon valahogy meg tudok élni. Igen. De ő nem gondolja azt, hogy mikor elmegy valahol, hogy itt hagyja az iskolát, valahol csak kérik azt, hogy te mit végeztél. Vagy mihez értesz. Vagy mihez értesz, persze. Ez nagyon fontos dolog ebben a szempontból. Vannak szülők, akik ezt nem értik meg. De vannak szülők, akik odaállnak a gyerek mellé, és elmondják a gyereknek, szóval besegítenek nekünk, vagy mi segítünk be nekik, hogy mégis egy adott célt elérjenek. Az hiába megy el egy gyerek egy olyan munkahelyre, amit nem szeret csinálni. Az olyan munkát is fog végezni. Az nem is fogod sokat ott maradni, az lesz útra tévelek először. Én mindig elmondom a végzős gyerekeknek, a 12-eseknek, hogy csak olyan helyre, csak hogy olyan szakmát választhatok, amit szerettek, amiben benne lesztek majd. Hogy te reggel, amikor mész munkával, örömmel menj abba a munkahelyre, és mikor jössz el, ugyanúgy gyere el, nem szakmai fáradtság, hanem fizikai fáradtság, vagy esetleg az más. Már akkor olyan munkát fogsz végezni, aminek lesz majd eredmény. Anélkül nem lehet munkát végezni. Igen, hát így most már lassan meg is tetszett vonni a párhuzamot a múlt és a jelen oktatása között, és hogyha már az oktatást tettük így párhuzamba, kitérnék arra is, hogy megkérdezem, hogy esetleg, ha így a családokat, a szülők hozzáállását tennük párhuzamba, van lényeges különbség a múlt és a múlt szülei, illetve a jelen szülők között? Óriási különbség. Óriási különbség volt. Akkor emlékszem, hogy szülőértekezleten minden szülő megkérdezte, hogy körülbelül mit javasolunk, hova menjen a gyerek. Miből tudna érvényesülni, milyen szakmában. Miből jó. Miből jó a gyerek. Most nagy ritkán van olyan szülőértekezlet, ahol mondjuk a 20 szülőből 2-3 megkérdi az osztályfőnököt, hogy mégis vajon mit javasoljon. Most itt ez egy nagyon kényes kérdés, mert lényegében te hiába javasolsz valamit neki. Mert a gyerek az, hogy ő el tudja dönteni. Persze. Mert láttuk már 8-ot, amikor befejezik, csetepaté van a szülő és a gyerek között, hogy én nem akarok, nem tudom erre a szakmára menni, hanem egy másikra, mert a barátnőm oda megy, vagy a barátom oda megy, hogy annak nem tudom mi, és így meg úgy, hogy a szülő, már a szülő is kezd ingadozni, igen, sok szülő kezd, igen, ingadozni, hogy hova menjen a gyerek. És akkor nyilván legtöbbször enged a gyerek, persze, után, mert persze, hogy neki kell majd szóval eltállni. Itt nekem az a véleményem, hogy ebből a szempontból nincs mindenhol összhang a gyerek és a szülő között, szóval sok szülő nem ül le, és megmagyarázza szépen, nézd meg, ennek ez az előnye. Ennek van jövője. Itt biztosítva van neked a családodnak, mindennek az ellátásos, így tovább, nem pedig len úgy, hogy te most itt vagy, máskor túl vagy, így tovább. Felmerülhet, gondolom az is, hogy lehet, hogy a maga szülő sem tudja, mit javasoljon. És akkor ezért nem is implikálódik. Szóval, igen, sokkal nehezebb most választani, mint akkoriban.
Ez a változó világ, ez mit mondjak, nem lehetetlenné teszi a választást, hanem nem tudja előre megmondani, hogy mire van szükség. Igen. Nem tudja megmondani előre. Mert például most azt mondom, hogy jövőre, szóval egy-két évig menő, nem tudom, a, mit mondjak, valamilyen szakma. Nincs kizárva, hogy amire elvégzi, vagy beiratkozik a gyerek, elvégzi az eredmény, feltöltődik, vagy elvész. Jelentkezik egy másik. Igen. Ebben a szempontból. Igen. Na most az a szerencse, hogy van ez a bolognai rendszer az egyetemen, ami 3 éves általános felkészülés után van utána a szakmai mesteri alapozás. Képzés. Persze, és akkor mehet egy másik szakmára. Itt a szülők még tudnak, és a végzősök választani. De azért többnyire rokon szakmába mehet át. Igen, rokon szakmába. Persze, rokon szakmába. Volt egy nagyon jó miniszterünk, a Marga. Az 90-ben, ő volt a rektor Kolozsváron. Én voltam, vagy háromszor is egy továbbképzőn, és ő is ottan volt. Egy olyan okos ilyen iskola hálózata volt, terve volt csak. Elképzelés. Elképzelése, persze. Össze kapcsolta a német és az angol tanügyi rendszert, és abból egy ami alkalmazható nálunk, sajátosság, de nagyon ügyes volt. Szóval előre lehetett látni 5 évet, 10 évet, hogy körülbelül hogy alakul minden. Most nem lehet. Igen. Most és abszolút nem lehet. Hát ő így csak belekezdett a munkájába, és annyi. Belekezdett, aztán elme, és akkor jött egy másik, így tovább. Én megdöbbentem, voltam vagy 3-szor Magyarországon tovább képzőn igazgatókkal, és egyszer Németországból. Ég és föld, az a tanügyi rendszer, ami ottan van, és ami itten van. Mondjak két példát. Például Nagykőrösön, és ott van Kecskemét mellette. Igen. Előre tudják 5 évre, hogy milyen, hány ember kell egy szakmába. Igen. És akkor ott indítják, vagy itt indítják, vagy túl indítják. Azt a szakot. Persze. Németországban pedig a szülők annyira az iskola mellé álltak, hogy az igazgatónak nem is volt tanári képzése. Az igazgatónak menedzseri képzése volt, közgazdasági menedzser, ő nem foglalkozott a tanítással. Ő az iskolának, a szülőkkel együtt, az iskolának gazdasági dolgaival foglalkozott csak. A tanügyi dolgokat pedig az aligazgatók vitték végre. És a tanárok csak 1 évre voltak alkalmazva, úgy, hogy bármikor föl tudták bontani a munkaszerződésüket, hogyha nem felelt meg. Ha alkalmasságuk nem indokolta. Ha nem felelt meg, igen, akkor szépen felbontották nekik a munkaszolgálatot. Szóval teljesen két különböző tanügy volt ez. Hát igen, akkor nem csak a múlt és a jelen között nagy különbség, hanem persze, a nyugat és a kelet persze között azt is. Azt jelenti, hogy mi be kellett, most a velemkorú tanárok, mindenki ezen át kellett, hogy menjen lényegében. Egy adott rendszerből átmentünk egy másikba, te is érezted 90-ben, mi történt, és utána szépen állandóan kellett alkalmazkodjunk, annyi törvény jött, hogy egyiket nem is tudott, hogy megjelent, és a másikat még nem is alkalmazkodott. Így van, tehát résen kell lenni folyamatosan, hogy mi az újdonság. És nem tényleg valóban nem stabil az, amit teszünk így. Mindenképpen az kell stabil legyen, amit a gyerekekbe táplálunk. Én szeretném kérdezni Önt a továbbiakban az igazgatói tevékenységeiről. Közben a kollégám szólt, hogy reklámszünet következik, úgyhogy én átadom neki, hogy tudjon reklámot kapcsolni. Az előbbiek alapján, azok alapján, amiket a szünet előtt így a múlt és a jelen kapcsolatában így összehasonlításként beszéltünk, tetszett jelezni, hogy lenne még egy kis kiegészítő. Igen, igen, még szeretnék mondani pár dolgot, például magyar oktatásnak nincs általános, vagy lényegében az egész oktatásnak nincsen intézményes szakmai alapozása,
hiányzik a vezetők folyamatos egyeztetése és együttműködése. Ez lényegében tükröződik a vizsgákon. Összes vizsgán, jól tudjuk, a tételek összeállítása, magas szinten állítják össze a tételeket, a gyerekeknek a felkészültsége csak az elitosztályoknak felel meg, és akkor emiatt vannak azok a gyenge eredmények, amiket elértünk ebbe a szempontból. A magyar oktatásban, hogy észrevettem én, három körre oszthatjuk le ezt a dolgot, vagyis van elitiskola, nagyvárosi elitiskola, például otthon a Bolyai, igen. Akkor vannak lakótelepi és falusi iskolák, és van egy másik csoport, a Szórvány kollégám és a szociális intézmény. Sajnos a vezetők és az értelmiségi elit figyelme szinte csak az elitiskolákra irányul. Nem innen, gondolnak a nem, persze. Innen megjelenik az esélytelenség jön létre az első és a másik kettő között. Emiatt van, hogy sok gyerek régenből is, jó gyerekek, a Bolyaiba mennek Marosvásárhelyre, mikor mi is a Petru Major Reál szakja nagyon jó eredményeket ért el, majdnem mindenki egyetemen van, és megállják helyüket az egyetem elvégzése után is. Ez egy általános jelenség, egy statisztikában olvastam, hogy körülbelül a magyar gyerekeknek egyötőde román osztályokba mennek. Itten két dolog van. Egyik az, hogy a szülők döntenek így, mert azt hiszik, hogy sokkal esélyesebbek lesznek majd a társadalomba, de nekik tisztában kell lennük a döntéseik következményeivel is. Mert azt jól tudjuk, hogy egy magyar iskola, egy magyar osztály, az megalapozza a szellemi egyéniségüket. Az biztos. Ami fog hiányozni ezeknek a gyerekeknek. Az anyanyelven való gondolkodás, ami nem pótolható semmire. Nem pótolható semmire. Ennek van egy második oldala is, egy felelőssége is, hogy mi tanárok ne csapjuk be a szülőket, se a gyerekeket azzal, hogy magyar iskolába próbáljuk őket vonzani, ha az iskola távolról sem versenyképes, mert azt már a szülő is észreveszi, szóval az azt jelenti, hogy azok az iskolák, magyar iskolák, amelyikek nem minőségi munkát végeznek, biztos, hogy a szülők, a jobb szülők, szóval akik a gyerekeik jobb tanulásra kívánnak, azok biztos, hogy elviszik ezeket a gyerekek. Ebből a szempontból. Ez nagyon fontos dolog. Érdekes, hogy ez az egyötőde megvolt 90 előtt is, és megvan 90 után is. Igen. Megvan 90 után. Csak hogy most jóval kevesebben vagyunk. Persze, jóval kevesebben. Érezhető ez az egyötöd mindenképpen. Ez az egyötöd megmaradt, ez az arány. Egyötöd megmaradt, nagyon érdekes, mert mind törtem a fejemet, hogy miért volt akkor is, miért. Itt normális, mert sokan elmentek, nálunk is az iskolába, jól tudott, hány gyereket vittek el, elmentek a szülők, vitték a gyerekeiket, kevés gyerek is születik, úgyhogy ez sajnos, a helyzet. Sajnos ez a helyzet. Igen. Hát én szeretném azt is megkérdezni öntől, hogy miben más az egy iskola igazgatói munka, tevékenység az oktatónevelői munkától, mert hogy most arról jócskán esett szó, de iskola igazgatás, és különösen egy olyan intézményben, amilyenben tetszik, és tanítunk mindketten, hát nem egyszerű. Nem egyszerű, az biztos, hogy nem egyszerű. Hát titka egyszer függ az ember egyéniségétől. Szóval 90 előtt sokkal könnyebb volt az iskolát vezetni, én 90 előtt nem voltam, én csak 90-től vagyok iskola. 90 előtt könnyű volt vezetni, mert akkor volt a pár direktívas, azokat kiadták, és mindenki. Mindenki azt tette, amit a pár direktíva volt. 90 után felszabadult mindenki, és mindenkinek megjelent a vélemény, amit azelőtt nem tudtak kimondani. Na most normális, hogy mindenki elmondja a véleményét, szépen meg kell hallgatni mindenkit, biztos, hogy mindenkinek a véleményében van valami jó, ami hozzájárul az iskolai tevékenységnek a sikeréhez. Ezeket mind figyelembe kell venni.
Az más, hogy elmondod a kollégának, hogy itt hibáztál egy kicsit, vagy ott hibáztál egy kicsit, ezt ki kell javítani, de amellett neki vannak jó ötletei. Mindenkinek vannak jó ötletei, amit el kell fogadni, és ezeket az ötleteket mind összhangba kell hozni ahhoz, hogy az iskola felhasználjad majd az iskolának a fejlesztésébe. Így sikerült nekünk, jól tudjuk, hogy a magyar szekció a Petromajorba mondjuk második helyen volt régenben, mert a kettes liceumnak volt jobb magyar szekciója. Így sikerült nekünk, hogy előre törjünk az utóbbi 15 éve, vagy hányban, 20 éve már sikerült ezt, hogy elérjük, hogy a jó gyerekek hozzánk jönnek a matematika-informatika osztályba, és az általános iskola az is megerősödött. Jól tudjuk, hogy az utóbbi 4 év vagy 10 évnek az eredményei, az összes diplomát, megnyert versenyeket, azt majdnem a Petromajor iskola hozta el. Nem dicsekvésül mondom, mert ez köszönhet a kollégáknak, hogy ilyen munkával ilyen eredményeket értünk el. Normális, hogy velük, nélkülük nem tudtuk volna elérni. Ez egy szorgalmas, odaadó munka, amit végeztünk. Emlékszem, hogy egy öreg bácsi azt mondta, hogy a tanári munka az nem munkahely, hanem hivatás. Yeah. Csak az menjen tanárnak, aki úgy dolgozik, hogy hivatás, és nem munkahely. Mert azt mondja, aki munkahelynek számítja, az jobb, hogyha elmegy a tanárba. Ebbe a szempontból. Hát igen, ez minden bizonnyal be is igazolódik nap, mint nap. Igazgatói pályafutásában melyek voltak esetleg azok a nagy vagy nagyon komoly döntések, kihívások, amikkel úgy meg kellett igazából birkozni? Hát a 90-es évek, jól tudjuk, 90-ben, lényegében kezdetben sikerült először, jól emlékezünk a márciusi dolgokat, azokat sikerült úgy megoldani, hogy nem jött létre konfliktus a román és a magyar szekció között. Ez egy nagy dolog, mert abból kiindulva a román kollégák is elfogadtak engem. Az nagy dolog volt. És semmi előnyt nem élveztek a magyar kollégák a román kollégákhoz viszonyítva. Szóval ugyanúgy vezettem őket is, mint a magyar kollégákat. Ez nagy dolog volt. Ez egy komoly próba volt. Komoly próba volt. A másik pedig nagy merészség volt, akkoriban öt igazgatón volt nekem, akkor Trucáné volt az igazgatónő. Rávettem, hogy indítsuk el az informatika osztályt, és nem volt egyetlen egy számítógépünk se. És mi mondta, hogy tehát, hogy indítsuk el? Mondom, elindítsuk, mert nekem van egy barátom, mondom. És ő egy számító, egy könyvelési, könyvelést végez számítógépekkel, és megkérjük szépen, hogy engedjen oda délután, tartsuk utána az órákat. Így indultunk el. Így indult el az informatika osztály. Ez mikor volt? Ez 1991-ben volt. Tehát már akkor? Persze. És az érdekesség az volt, hogy a tanfelügyelőség nem hagyta jóvá azt az osztályt, és mi elindítottuk szeptemberbe. Nem, azt mondtam, hogy úgyis kidobnak, majd mindegy, úgyis tanítok tovább. És meghagyták. Elmeséltük szépen nekik, hogy né, hogy oldjuk meg, és azt mondták, hogy ha így elindítsátok, így maradt meg. Így jött létre a Petromajornak egy felívelő sikere a és népszerűsége régen. Matematika-informatikában, persze, ebből a szempontból. Amit nem bántunk meg, mert ide jutott, így jutott az iskola ilyen helyzetbe, ebből a szempontból. Ez egy óriási nagy sikerünk volt ebből a szempontból. Ugyanúgy most, hogy a magyar gyerekeknek biztosítottuk, hogy legyen dupla osztályuk, szóval egy osztályban informatika is van, természettudomány is. Megosztott osztály, persze, úgyhogy ne kelljen lemenjenek Marosvásárra, hanem innen is tudnak majd az orvosira menni. Igen, ez most már jóváhagyása. Ez már jóváhagyása, persze, mert megváltozott a tanfelügyelőségen is minden. Mielőtt megkérdezném azért, hogy milyen elvárásai vannak, mint tanárnak általában a diáktól. Én azért arra is kitérnék, hogy a tanár úr már nem igazgató, mert hogy
közel tetszik állni a nyugdíjhoz, de továbbra is tetszik tanítani, és gyakorlatilag 27 év maradt a háta mögött úgy, mint igazgatás, hogy milyen lélekkel tetszett ezt a hoppot megtenni, hogy mennyire jelentett önnek ez mondjuk gondot esetleg, vagy visszatérni kimondottan a katedrához. Nem, nagy gondot nem jelentett, mert így is volt nekem 4 osztályom, a liceumi osztály, úgyhogy engemet csak formába tartottak, úgyhogy nem volt nagy hopp ebben a szempontból. Annyi, hogy valamilyen felelősségről megszabadultam, amit átadtam a kolléganőmnek, Magdikának, és besegítek állandóan neki, hogy... Tanácsokkal. Tanácsokkal, persze, és bármivel, az új igazgatóságnak is ebből a szempontból. Normális, hogy újítani kell az igazgatóságokat is, de egy dolog, ha minden évben leváltunk egy-egy igazgatót, az se jó. Nyilván. Az se jó, mert akkor nincs folyamatosság. Igen. Abszolút nem lesz se semmi. Következetes. Se következetes, persze. Igen. Tessék nyugodtan. Ebből a szempontból itten a régeni Csatepatériról is szeretnék beszélni. Jól tudjuk, hogy a régenben a gyerekek száma lecsökkent. Itten két felkészítő osztályra van gyerek, és a következő években se lesz több. Sajnos, hogy egyesek nem úgy fogják fel, hogy régenbe meg kell tartani egy olyan iskolát, ahol 0-tól egészen 12. osztály van. Példa, ott van Marosvásárhelyen, a Bolyai is beindította az elemi osztály, a középiskolát, mindent, azért, hogy legyen folytonosság. Ugyanígy volt régebb, itt a 2-es liceumban is, 0-tól egészen 11. osztálytól minden. És most jövünk hátulról, mikor felépítettünk egy ilyen rendszert, és egyesek jönnek, és ezt el akarják rontani, ezt a rendszert. Ez lényegében ez csak ellenünk szól. És a magyarság ellen szól ez. Ilyesmit nem szabad egy pedagógus csinálni. Kénytelen leszek most sajnos, mivel közben mondják a fülemben, hogy nagyon lejárt az idő. Már csak alig egy percünk marad. Már arra a kérdésre sem várok választ, hogy mit vár el ön a diákjaitól, de én minden bizonnyal tudom, hogy a felkészülést minden órára, mert én is voltam az ön diákja. Én szeretném most szívesen visszavárom még egy másik beszélgetésre is. Szeretném megköszönni, hogy ma este ön a vendégem volt, és én egy Móricz Zsigmond idézetet választottam így köszönetképpen talán az elvégzett munkáért, és ugyanakkor kívánságként a hátralevő évekre. Azt mondja Móricz Zsigmond, minden bizonnyal sokan gondolnak hálával a tanár úr óráira. Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. Hát köszönjük szépen a sok-sok diák nevében, akik diákjai lehettünk. Ezekkel a szavakkal köszönöm meg végül is a tanár úrnak azt is, hogy ma este vendégem volt. Kulturális jellegű hirdetésem is van, ketten a netten Szász Régenben. Komikus helyzetek sokassága és rengeteg nevet is várja a nézőket a Kézdivásárhelyi Városi Színház Ray Conney Ketten a netten című végjátékában, mely 2017. március 21-én kedden este 7 órától tekinthető meg a Szász Régeni Eugène Nicoire Művelődési Házban. De az sem csalódik, aki mindezek mellett a tartalmat is keresi. Egy átlagos bohózatnál több ez a szöveg, mert mély emberi viszonyokat ragad meg, ugyanakkor a megváltozó emberi értékrendek témáját is feldolgozza, mely napjainkban rendkívül aktuálissá vált. Fellépnek Lung László Zsolt, Kolcsár József, Márdíros Ágnes, Péntek Zsuzsa, Kis László, Dacó Zádor, Mikola Csengele, fordította a művet Nagy István. Díszlet, jelmez, Delicates Kutter, rendezte Kolcsár József, belépőket lehet már vásárolni elővételben is, a Művelődési Ház jegyirodájában munkanapokon 9 és 17 óra között egy-egy ára 20 lej. Végezetül köszöntöm mindazokat, akik a héten névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepelnek, vagy bármi mást. Legyen szép hetük, vigyázzanak magukra és egymásra. A viszontlátásra!
emisiune realizată cu sprijinul Larix RL.